Oroszok Európa bajnoka és olimpiai világbajnoki dobogósa az orosz váltóval 45-01-es egyén az egyes pályán. A dél-afrikai Mugabane fut majd a kettesen 45-51 az idén. 2010-ben Moszkvában második volt az a dél-afrikai váltóval. Aztán Steven Gardiner fut majd a Bahamát, az idei bahamai bajnok, Oszló győztese, az oszlói Diamond League verseny győztese a hármas pályán. LeSean Merritt a egyik legnagyobb sztárja ennek a versenynek, Veronica Campbell Brown és Justin Gatlin mellett olimpiai bajnok, világbajnok, az egyetlen olyan aktív sprinter, aki 400-on 44 másodperc alatt, 200-on pedig 20 másodperc alatt tud. Renny Kuao, Trinidad és Tobago olimpiai világbajnoki döntős, aztán a másik trinidadi Sedeino fut majd a hatos pályán, Michael Berry Egyesült Államok, valamint Josh Mansi a hetes, illetve a nyolcas pályán. Michael Berry egyébként Párizsból érkezett, ő ott hatodik volt, tehát ő is tud 45 másodperc alatt. Idén LeSean Merritt 44-51, de nem ez a legjobb eredmény, mert a mögötte futó Steven Gardinernek van már ennél jobbja, 44-27-e. Egyébként az ide legjobb eredmény a botswanai Makwalae, aki 43-72-t futott, a grenadai Kirani James is 44, sőt a dél-afrikai Wade van Niekerk is 44 másodperc alatt. LeSean Merrittnek tehát van hova futni, hát ha itt most Székesfehérváron történik meg mindez. Dildin, Mugabane, Gardiner, Merritt, Kuao, Sedeino, Berry és Mansi, tehát férfi 400 méter. Közben azt kell mondjam, hogy a hatos pálya üresen maradt, tehát Sedeino nincs ott a rajtnál, és akkor nézzük LeSean Merrittet, az olimpiai és világbajnokot, aki tud 44 másodperc alatt, hát ha tud majd most itt is. Ott fönn a hetes pályán Michael Berry irgalmatlan módon elkezdi, és vagy 200-hoz érve, hát azt nem mondom, hogy ő vezet, de hogy ott lesz az élen, ott van felváltva az élen LeSean Merrittel, és az előtte futó Renny Kuaoval, az egészen biztos. De hát nagyon kiegyenlített a társaság, LeSean Merritt egyelőre nem vezeti a versenyt, mert mind a trinidadi, mind a hetesen futó Michael Berry ott van az élen, aztán most, ahogy bejönnek, és jön az utolsó 80 méter, akkor LeSean Merritt elindul, de jön mögötte Steven Gardiner, és a bahamai meg fogja verni. 44-31. Óriási versenycsúcs. Óriási versenycsúcs. Ez tavaly Chris Brown futott a 45-21-el. Több mint egy másodperc, nem, kevesebb mint egy másodperc, de majdnem egy másodperccel. Steven Gardiner legyőzi az olimpiai és világbajnokot. De szép futás volt. Ez főleg a vége, főleg az utolsó 80 métere a bahamainak. És alig marad el az idei legjobbjától. 44-27, 44-31. Szokták mondani, hogy a rajtnál mindig az esélyes mutatja a kamera. És itt, amikor azt lehetett látni 200-nál, féltávnál, hogy Michael Berry is nagyon tartja magát, akkor ott már egy kicsit az volt az érzés, hogy LeSean Merritt gondban van. És csak második, mert Steven Gardiner legyőzi. Riport következik, hogyha minden igaz. Mondtam én volna Robinak, hogy 1500 után nem biztos, hogy... Nem könnyű nyilatkozni. Igen, azonnal mikrofon végre kell kapni. A győztest. De kedves volt, hogy a rendelkezésünkre. De nagyon aranyos volt, hogy ők volt így.